ugye azért hajoltam ilyen közel hozzá, mert a fülemmel hallom, kivétel, hogyha nagyon nagy zaj van. A bőrömön mindenképpen érzem, illetve a mellkasán látom, hogy emelkedik, süllyedek. A 10 másodperc alatt 2 darab lélegzetvételnek kell történnie, amennyiben nem történik meg, vagy nagyon ziháló a légzése, abban az esetben ugye felkérünk valakit a körülöttünk állók közül, hogy hívjanak mentőt, megkezdett újraélesztéshez, ekkor ugye a 104-et tárcsázza az illető, és miközben ő mentőt hívni, már elkezdhetjük magát az újraélesztést. Újraélesztésnél megkeressük ugye az alsó oldalévet, két ujjival az alsó oldalév fölött, magán a szedcsonton fogunk nyomni, tenyérével, ugye 30-at nyomunk, majd utána 2-t befújunk, fontos, befújás boltba történik. Jó, hátrahagyjuk majd a fejét, kétszer befújunk az orrába, és utána újra, ugye újra kezdjük a 30-ra, a lenyomás, két befújás. Mutassam most meg? Jó. Hozzáférünk a sérülthöz rendesen. Jó, ugye a nyomási pontot megmutattam, és nagyjából a mellkas harmadáig kell lenyomni. És akkor most megmutatom egybe a protokollt. És akkor így kell ezt a 30 lenyomást, illetve két befújást váltogatni. Nagyon fontos, hogy a lenyomás során a könyökünk mindig legyen feszes, ugyanis ez így is egy nehéz fizikai munka, viszont hogyha az erő egy részét elveszítjük azáltal, hogy kitérni hagyjuk a könyökünket, akkor ezzel ugye azt érjük el, hogy még több erőt kell kifejteni ahhoz, hogy a mellkas harmadáig le tudjuk nyomni.